arról volt szó annak idején 2012-ben, hogy világvége lesz. És hát mindenkinek a nagy csalódására, hát ez nem következett be, és a szebeni magyar kör, művelődési kör, hogy így mondjam, felkért, hogy tartsak egy előadást a világ végéről. És akkor, amikor készültem erre az előadásra, akkor, hogy mi is egy ilyen világ vége, hát lehet úgy, hogy tényleg a földgolyó megszűnik, egy, kettő, az élővilág szűnik meg, három, a civilizáció. És akkor robbant be, szó szerint robbant be a gondolat, amikor eszembe jutott, hogy teológus koromban Kolozsváron láttam az ember tragédiáját 1550 évvel, amikor a kolozsváriak műsorra tűzték, és pedig a falanszter. A falanszter, ami Madách idejében a jövőt képviselte, viszont ma a mi jelenünk. És valahogy úgy van, hogy hát a mostani fantasztikus irodalom az úgy képzelni el a világ végét, hogy az emberiség túléli a világűrben, tehát ki lehet menekülni. Akár a világűrbe, akár barlangokba, föld alatt valahol. És ez a következő jelenet, a falanszter után nincs semmi, mert kiköltözött mindenki, illetve Ádám kiment a világűrbe. Tehát ott lehet túlélni a világ végét, illetve a civilizáció végét a világűrbe. És utána vissza lehet jönni, de akkor már előről kezdjük az egészet. A kőkorszakban, amikor a legfontosabb az, hogy van-e fóka, vagy nincs, tehát van-e mit enni, vagy nem. Tehát ez a nagy tragédia, az ember nagy tragédiája, hogy filozófálunk, meg vívódunk, és küzdünk, és harcolunk, de minden vívódás és idealista dolog is végül ott csapódik le, hogy van-e fóka elég, vagy nincs. Tehát azon múlik. Tehát ez volt a története, ez volt az indítéka, amikor aztán valahol ennél félre is tettem, de bejött a közelgő 200 éves évforduló, és akkor döntöttem el, hogy na, ebből akkor illusztráció kellenek, ehhez illusztráció kellenek. És 2021-ben kezdtem el rajzolni a tragédiát, és aztán több változat is készült belőle. Ez, amit látható, ez az első változat, amit úgy is képzeltem el, hogy inkább kiállításra szánom, de metszett sorozat is készült, és ez a metszett sorozat van benne a kiadásban. Díszkiadás, ragaszkodtam ahhoz, hogy díszkiadás legyen, mert Madách is és a tragédia is megérte. Különösen közel áll a szívemhez ez a tényleg csodálatos grafikai anyag, és hát ilyenkor nagyon, nagyon boldogan lubickolok egy olyan világba, ami számomra rendkívül ismerős. Orth István esetében olyan elemeket találunk, ami a mai világban hát leginkább az elidegenedés, a visszásságok, azok a pillanatnyi momentumok, amelyek az életünket befolyásolják, és ezek megjelennek a tragédia tükrében. Úgyhogy én nagyon-nagyon örvendek annak, hogy ez egy olyan aktuális munka, ami újra és újra megszólítja az alkotókat, és igazán a tragédia mélységeibe is. Úgy gondolom, hogy miután az ember megnézi az Orth István ábrázolását, mindig egy kicsit kedvet kap arra, hogy újra kézbe vegye a szöveget, és hogy visszavezessen minket azokra az állomásokra, amelyeken jelen pillanatban Orth István vezet végig. A Reménység házában az Apáczai Csere János Közművelődési Egyesület szervezte kiállítás megnyitót követően Serfőző Levente,
az Erdély Magyar Közművelődési Egyesület alelnöke adta át Hogbauer Gyula tanár helytörténésznek az EMKE kiváló közművelő joglevelét. Laudációt mondott Bálint Ferenc, a Brassai Magyar Adás készítője. Hát 2020-ban vezettük vissza azt a jó szokást, ami a 90-es években még működött, a javaslatomra, hogy minden megyében egy-egy díjjal ugye, értékeljük a közösségért, a fejlesztésért tett munkát, hisz ugye az EMKE Erdély nagy díjakat évente osztjuk ki, de ott 12 díjat sikeredik. A Szolvár megyékben és a Szolvár megyékből azért nem igazán díjaztak kimagasló munkát és tevékenységet az asztalra tevő személyeket. És akkor ezt szeretnénk pótolni egy kis odafigyelő oklevéllel, kiváló közművelői díjjal. Tanár és helytörténész, mindkettő szívügye, hivatása, mert mindkettőben a jövő építésének garanciáját látja. Évtizedeken át hangolta a diákokat a ránk hagyott örökség megőrzésére, a szülőföld szeretetére, a magyar nyelv ápolására. Hogbauer Gyula, a barcasság mai krónikása, munkájának támasza, a családja, felesége, három lánya és 4 unokája.